Szeretettel köszöntöm nézőinket. Amint azt tudják, a Párosan Szép most már két félidős műsor. Ezúttal a második félidőben két mikroszkópikus vendégünk lesz, a páros tagjai Halász László és Heller Tamás, akiket önök bizonyára nagyon jól ismernek. És akkor következzék az első félidő üdítő párosa. Szeretettel köszöntöm Dzsupin Ibolya művésznőt és Deborah Kim Jávort, vagy Deborah Kim Jávort, vagy hát Debbie Kim Jávor, vagy na, hogy? Hogy Amerikában az Deborah Jávor. Hát itt Jávor, Deborah, Debbie. És én azt hiszem, hogy a Familiából ismerjük ezt a duót legjobban mostanában. Debbie az most tulajdonképpen, hiszen ugye magyarul játszik ebben a sorozatban, egy magyar lánya, aki elfelejtett magyarul beszélni, vagy egy amerikai lány, aki megtanult magyarul beszélni. Igen. Hogy amerikai vagyok, és az igaz, és nem is tanultam még, de valamikor próbálom beszélni. Tehát most lehet olyan 22-23 éves Debbie, tehát akkor mondjuk olyan 18-19 éves koráig nem is beszélt magyarul, ugye? Nem is tudtam, hogy ez hol van. Nem tudtam. De hát az volt egy, olyan, mint egy mese. Hát nem tudtam, hogy egy magyar, a konyha, az élet, az emberek, nem tudtam, nem. És mióta beszél magyarul? Hát most se. De nagyon jól beszélsz már. Hát mikor kezdődik a Familia, akkor kezdem. Akkor kezdett végül is tanulni. Igen, de hát egy nagyon kedves magyar úriember a férje, igen? Akitől tanulhatott volna magyarul. Nem, otthon csak angolul. Hogyha jól emlékszem, akkor néhány éven keresztül Ibolya volt a Vidám színpad egyik üdvöskéje, az a szép lány, vagy azoknak a szép lányoknak az egyike, akiket mindig mindenki meg akart kapni az adott darabban. Mennyire volt vidám dolog egy színésznőnek a Vidám színpadon? Kezdetben nagyszerű volt. Nagyszerű, tehát olyan emberekkel, olyan színészekkel, mint Kazal László, Kibédi Ervin, Kabos László, Hlatki László, ezekkel léptem fel, Lórán Lenke, és hát ez egy más világ tulajdonképpen a színházon belül, ez a Vidám színpad. Nem volt egy ilyen hierarchia, hogy ezek a nagy sztárok esetleg úgy lekezelték volna a fiatalokat? Volt egy kicsi az is, de azért tanították is, és aki elfogadta a tanítást, végül is az jól járt, mert ez egy külön műfaj tulajdonképpen, és én nagyon sokat tanultam ott, és nagyon sokat nevettem, szóval mindig beálltam a színfalak mögé, és néztem, hogy milyen édesek, és milyen jópofa dolgokat tudnak mondani, teljesen lazán, és szinte úgy improvizálva, úgyhogy... Izgulós lány volt Ibolya? Mivel, hogy én mondtam, hogy drámai színésznőnek indultam, tehát nekem ezt meg kellett tanulni, hogy kell egy poént elmondani, szóval ez egy másik műfaj volt. Külön-külön is, meg együtt is, ha civilben leülök, akkor ilyen kedves, alanyos, konszolidált úriasszonyok. A darabban ugyanakkor ilyen, hát szóval nem a legokosabb szerepeket osztották sem Ibolyára, sem Debbie-re. Nem igaz. Hát az én esetemben igaz, de Debbie esetében ez nem igaz. Én egy kicsi okosabb. Igen. De a hajnalka, az meg hogy mondjam, vannak meg annyi esze van, mint hát... ha mindig este lenne, már bocsánatok. Igen, hát amikor jobb kedvem van, akkor azt mondom, hogy nem véletlenül osztották rám ezt a szerepet, de az az igazság, hogy eleinte én a lelkem mélyén berzenkedtem ez ellen, és beleképzeltem magam, hogy most életem végéig hajnalka leszek, hát ez szörnyű. Hogy ezért végeztem el a főiskolát, ezért játszottam Elektrát, meg stb. Úgyhogy aztán utána valami nagy nyugalom szállt meg, és arra gondoltam, hogy hát nem minden embernek adatott az meg, hogy egy ilyen kedves, szeretetre méltó, tehát mindenki által szeretett figurát aki azért játszon. Egy picit lökött, de hát... Igen, szóval épp ez adja meg... De ki nem lökött egy picit, szóval... Ez adja meg a báját, úgyhogy... De van miből merítenem, van. Igen. De ez is kell például... Hát az van, az a munka. Szerintem ezt ne hagyjuk annyiban, miből lehet meríteni, meg kiből. Hát akik körülöttem vannak, saját magamból is tudok meríteni, a családtagjaimból. Például volt egy nagyon édes nagymamám. Az hasonló volt, mint hajnalka. Például az öcsém kiment a rétre, és szaladt haza, hogy apu, egy ilyen nagy vadmacskát láttam a réten. Jaj, fiam, hát honnan tudod, hogy vadmacska volt? Biztos a nyakába volt téve egy tábla, és rá volt írva, hogy vadmacska. A nagymama, te fiam, kitette azt a táblát oda? Szóval az a hajnal. Hát én ezt nem biztos, hogy elárultam volna a nagymamáról, de... Igen, szóval... Hát ilyen ember van? Van, olyan édes volt. És? Vagy egy másik családtagom a modern időkből, hogy hát beszélgetnek a számítógépről, és hogy a vírus, és hogy a júj a vírus a számítógépbe. Erre megszólal, hogy hát akkor ezért van ennyi influenzás megbetegedés. Debi, tulajdonképpen nem is kérdezem, inkább mondom, hogy én azt hiszem, hogy ő ilyen szívtipról lehet magánéletileg is, mint amilyen ebben a sorozatban. Tehát, hogy így a férfiakat úgy azért, hogy is mondjam, össze tudja roppantani, ha akarja, egy tekintetével, egy mozdulatával. Mit mond? Azt mondja, hogy te vagy a végzet asszonya. Hát az... nem tudom. Hogy mondják angolul a végzet asszonyát? Fatál. Femme fatale. Nem úgy gondolom, hogy femme fatale vagyok. De? Kicsi öreg vagyok, egy femme fatale. Well, botot hozzassunk, vagy? Igen? Hát, de azt az nem az én érzem a Debbie szeretet. Ilyet lehet egy ilyen műsorban mondani, hogy azért nem rossz lábakon tetszettek jönni? Vagy nem egy rossz lábon, hanem négy jó lábon, vagy mit tudom én, ezt nem illik ilyet ugye mondani. Meg is van lábam. Ez benne vagyok a műsorban? Hogy lehet ezt kultúráltan mondani, hogy olyan csinosak tetszenek lenni, hogy mindjárt leájulok a székről? Ezt úgy lehet így. Hát van munka is benne. Ez nem csak egy. És mit kellett vele csinálni ahhoz? Hát tornázni. Ezt tudjuk így felemelni, ezt a lábat egy kicsit, hogy a kamera lássa, mert... De nem? Mit akarsz nézni? A vádlit szeretném egy kicsit, igen. Nagyon jó, köszönöm szépen. Fan, én imádom, hogyha valaki ilyen aranyos és ilyen. Adom neked. Teljesen. Na most itt el fogom felejteni. Táncos nő lábát. Itt vicceltem az elején, hogy nem találom a kérdéseket, a leírt kérdéseket, de most akkor tényleg... Mi fogunk kérdezni? Most tényleg bele fogok így zavarodni a dologba, teljesen elvesztem a fonalamat, a fonalunkat. Kicsit meleg van itt? Milyenek azok a férfiak, vagy milyen az a férfi, akit úgy szeretnek, akiket úgy bírni lehet, akiket úgy mondjuk javasolnának a többi nőtársuknak, meg saját maguknak is. Hát, nekem azt hiszem a legfontosabb, hogy egy jó szívű férfi, az a legfontosabb, és hogy van humor is. Azt hiszem, hogy semmi más fontosabb az életben, mint humor, mert nem lehet élni. Nehéz az az élet, és kell valami perspektív, hogy van humor is. Mikor rossz, mikor jó, mikor megy, mikor nem megy, akkor is kell, és ez nagyon fontos. Tehát akkor, hogyha nem megy a dolog, akkor, hogyha problémák vannak, akár mondjuk megélhetési problémák, és van humor, akkor is akkor elfogadható igen. Egy kapcsolat, és akkor nem akar kimenekülni abból persze, a kapcsolatból? Lehet utána megcsinálni, javítani valamit, de hogy ilyen ember van, akkor semmi lehet csinálni fel. Ibolya? Hát a férfiak... Recept. Igen. Én tulajdonképpen az úgynevezett szép férfiakat, szép fiúkat, szóval nem tudom úgy értékelni. Ja, azt hittem, hogy azt tetszik szeretni, mert akartam mondani, hogy olyan sajnos nincs. De itt van. Szóval valahogy nagyon fontos, hogy én fel tudjak nézni arra a férfira. Tehát legyen valami olyan benne a lelkében, a gondolkodásában, igen, hogy én azt csodáljam. Tehát szükségem van, hogy én csodálhassam őt. És ez érdekes, mert a Hajnalka is azért ilyen, aki úgy szereti csodálni a férjét, ugye? Szóval akkor ezek szerint ezt hát abszolút vállalja? Hogy persze, persze. És nagyon lényeges, amit a Debi mondott, hogy nagyon jó szívű legyen, jó szívű, tényleg becsületes. És de ez a jó szívűség, ez mit jelent? Szóval, mert nem van, ilyen. Nem veri a fogához. Na de most mi az, hogy vegyen, mit tudom én, gyémántfülbe valókat? Vagy szóval, hogy mit jelent nem. ez? Nem. Az, hogy ilyen ember van, akkor az nem csak a pénz. Az nem csak pénz, ez mindenhol lesz. Szóval valahogy úgy gondoljuk, hogy egy humánus férfi igen. legyen, tehát, hogy érzékeny legyen, minden irányban az élet területén, hogy a tekintetében olyan ember legyen humor, ember, legyen benne egy kis turpisság, ugye? Aha. Olyan. És hogy férfi. Na most akkor játsszuk tovább ezt a dolgot. Tegyük fel, hogy megjelenik egy ilyen férfi a láthatáron. Már most engem mutatok a kamerát, természetesen nem én vagyok az. Megjelenik egy ilyen férfi, akkor ki hogy kezd hozzá, hogy ezt a bizonyos hálót úgy előkészítse, kidobja, és aztán meglegyen a fogás. Ki kezdi? Hát én először elmegyek. Hogy elmegyek? Ez elég érdekes. De milyen értelemben? Hát én aztán nem közelítek felé, hanem először, hanem távolodok tőle. De nem, mert én épp azon gondolkoztam, hogy túl korán tetszik elmenni, csak ez olyan félreérthető, hogy nem innen megyek el, hanem a férfitól megyek el. Tehát, hogy nem is fizika értelme, az is, hanem tehát, hogy először tisztes távolságból szemlélem, hogy vajon méltó-e hozzám. Hát én soha nem megyek, és hát az egy nagyon csinos fiú, és nekem van őrzés, hogy na, ő, hát beszélni kell valami, nem hogy az aranyos, valami kapcsolat kell, hogy valami vidám, hogy néz ki, játék. Mondjuk az öltözete az fontos-e? Tehát, hogy öltözik, az fontos-e? Egy férfi? Aha. Hát, az jobb, mikor mi megyünk egy vendéglőbe, hogy nem egy sort eset. De most én az ilyen meglátásokra gondolok, hogy értem. Hát én szeretem, mikor nagyon jó nézted férfi, az egy jó dolog, persze, hogy csinos. Hát, és el fogok filmni, hogy rám tetszett mutatni, pedig most nem is abban a nagyon csinos vagyok, vagy. Meg nem is abban a zokniban vagyok, amiben szeretnék, de hát mindegy. Hát az jó, az nem a legfontosabb, de hát persze, mindenkinek ez... Hát csinos, jó, szóval nem csúnya. Ott tartottunk, hogy feltűnik egy olyan férfi, aki szimpatikus, és aztán mi történik? Hát, mi nem mondjuk. Hát valamit mondani nem kéne. Hát nem szabad. A technológiát? Na de úgy direkte, vagy indirekte, vagy hogy? Én tehát mondjuk... kicsit titkos vagyok. Igen. Aha. Szerintem a Debi is hasonlóan érzel, amikor valakit meglátsz, hát, és nagyon tetszik. Most mondjuk... Csillatban lépés, hogy most egy kicsit többet mondom. De azért ilyen már régen történt velünk. Hát, mostanában igen. Ez nem történik. Hát, tegnap igen, de most nem. Én ismerek egy férfiút, aki ebbe a hálóba belekerült egy ideje. Benne is van, én azt hiszem. És én nagy szeretettel meghívtam, és üdvözlöm itt George Jávort. Szeretettel köszöntünk itt. Does anybody not know? This is my husband. És rögtön, hogyha így leülsz, akkor rögtön átölelnek? Ez mindig így szokott lenni, vagy csak? Igen. Megengeded? Igen, általában így szokott lenni. Na most az, hogyha valaki így viselkedik, ahogy a Debi, ez nagyon sok férjben, hát hogy is mondjam, némi idegességet kelt, és irigyli, hogy a többi férfival is ilyen kedves, sőt féltékeny lesz. A te esetedben hogy van ez? Abszolút nem. Nagyon örülök neki, más férfinek is tetszik, mert akkor legalább biztos vagyok abban, hogy nem rosszul választott, hanem... Na de hát ez előbb-utóbb egyfajta konkurenciát is kitermel. Semmifajta konkurencia nincsen. Két ember között, aki megérti egymást, és olyan szerencsés, mint mi vagyunk, hogy hát mondhatnám, hogy nagyon-nagyon jó házasságunk van, ott nekem soha nem jutott eszembe ilyen dolog, pedig mondhatnám azt, hogy Amerikában játszott a George Hamiltonnal egy filmbe, akinél jobb képű férfi színészt alig volt valaha Hollywoodban. És soha nem gondoltam arra, hogy te jó Isten, most a George Hamiltonnal játszik egyáltalán. Simogatja, vagy mit tudom, amiket csinál. Nem. Különös vagyok féltékeny típus, de... Nem, a Debi nem az. Eredetileg sem voltál féltékeny típus, vagy a Debi tanított erre? Nem voltam soha a féltékeny típus, de a Debi nem ad rá okot. De azt hiszem, hogy nem is érdemes féltékeny típusúnak lenni. Szóval nem érdemes féltékenynek lenni, ugye? Mert fölösleges. A féltékenység az nem azért féltékeny, mert érdemes, vagy nem érdemes, mert hát olyan az alaptermészete. Nekem nem olyan az alaptermészet, nem vagyok féltékeny. A George az egy olyan pasas, aki olyan kedves, meg szóval ilyen szeretetlen, méltó? Tehát akikben megvannak azok, amit Ibolya szeret, azok a tulajdonságok pont, is? Igen. Igen, pontosan. Tehát akár Ibolya férje is lehetne. Hát adott hát esetben. Lehet, de nem rossz értelemben mondom, hanem jó értelemben. hogy ő egy nagyszerű ember, és tele van humorral, és na, nagy vonalú. Jó hát szívő. Ahhoz képest, hogy beültettél nekem, anélkül szóltam előre, és van rajtam egy pólóink, ami éppen lekocsikáztam, hogy a feleségemet idehozom. Ez nekem azért ez egy jó érzés, hogy egyszer az életben fölülöltözhetlek. De különben is elmondhat, hogy az ingem se stimmel, az oknim sem, ami teljesen jogos. De hát ez a gombos. Nem, az semmi köze hozzá, az nagyon jó, nyakkendőzi, zseniálisan szép. Csak amikor azt mondod, hogy nem vettél fel fekete cipőt, a fekete zoknit, mert szürke van rajta, azt mondtam, hogy hát a szürke az jobb, mint a fekete. Mert vagy szürke, vagy kék, a kékhez, nem fekete. Azt hiszem, hogy most a két hölgy után én is azt mondom, hogy nekem is jól lennél férnek, Gyuri. Már olyan régen vagyok, hát nős, hogy már hozzá megszoktam a Debit, úgyhogy... És nehéz volt? Nem volt könnyű. Két ilyen csinos, remek formában lévő nőnek megvan a maga titka, hogy ki mire figyel oda, és ki miért van ilyen, hát nagyon jó formában, mindenféle téren. Én azt mondom, hogy tényleg az vagy, amit megeszel. Tehát a táplálkozás az nagyon lényeges dolog. És szerintem meggyőződésem az, hogy még az iskolákban is tanítani kellene, hogy mit szabad magunkba tenni, tehát milyen ételeket szabad társítani, és szerintem ezen nagyon Ibolya sok múlik. Vegetáriánus? Nem. Szóval nem vagyok egy ilyen bigot, hogy most jaj, nem hús, jaj. Szóval valahol a középutat kellene megtalálni. Tehát van valamiféle egészséges táplálkozási elgondolása, amit megpróbál betartani? Igen. Ugyanakkor hát nem csak a táplálkozás, hanem a mozgással kapcsolatos igen. is. Az is nagyon lényeges dolog szerintem. Habár egy kicsit most elhanyagoltam, de ez is nagyon lényeges, és hát a lélek. Eben minden, tudja, milyen vitamin az jó, mindenhoz. De a füvekről is, igen. hogy mi mindenre. Igen? Hát igen. azt nem tudom, hogy mindegyiket. Igen. Melyik teje kell? Hát egyszer például a Nagy Zolit meggyógyítottam, mert éppen premierje volt, és jaj, hát persze bezabált ilyen nagy húsokat, és elrontotta a gyomrát, ugye? Igen. Aha. Az édes drága jólajosom, és jaj, mit csináljak? Mondom, gyere el hozzám, csinálok egy teját neked. Hagyjál, egy kis unikum kell, mondom, nem teja, gyere. És tényleg csináltam neki egy teját, különböző tejákból, mondom, ezt ídd meg, aha, és megitta. Ő is mondta, hogy az nagyon rossz volt az igen, de azért használt igen. neki, ugye? Igen. Na, megitta, és fél óra múlva kutyabaj. Azt mondja, hát ezt nem is hiszem el, hát mondom, pedig hidd el, hogy ez nem véletlenül nőttek oda ezek a gyomnövények. Remélem, hogy Debi is elárul valamit a titkos receptekből. Hát azt hiszem, hogy titka nincs, de az a boldogság, az segít nagyon. Tornázni kell, na most ez figyelni. A tornázni kell, ez mit jelent? Ez napi 5 óra tornát, vagy 10 percet? 5 óra. Én csak megyek futni, mikor jön valaki a füstöl. De megyek tornázni, valami aerobik, vagy kondi. Miért, hogy tornázom? Nem minden nap, nem minden óra, de hogy csinálom, akkor nem kell dietázni. És dietázni az nem szeretem, mert mikor jön eszembe, hogy kell, akkor nagyon éhes vagyok. És ez rossz. Akkor hát megyek a frigiderbe, és mit lehet keresni? Most a George ugye ilyen éttermi ügyekben is érdekel, tehát elvileg étteremben is rendszeres lehetőség lenne az evésre. De ő nem szereti ott. Étteremben? Vacsorázni, nem, otthon. Otthon, és ki főz? Én. Ki? Hát az Isten, ő jön. És én. Miket? Hát minden. De nehéz vacsorák vannak, vagy ilyen könnyű vacsorák, hogy mit tudom én, egy kis saláta, egy kis paradicsom, vagy pedig valami komoly? Minden estét nem. Hanem például? Hogy lehet ezt? Én nem bírom. Hát télen ez más, mint nyáron, mert télen kell valami leves, vagy hús és krumpli, de nyáron ez egy saláta, vagy spagetti, vagy valami más, ami nem nagyon nehéz. Azt a vendéget, vagy azt a helyzetet szeretik, amikor megeszik szép csöndben, vagy azért azt elvárják, hogy dicsérjék a főztjüket? Fontos-e? Nagyon, nagyon szeretem, hogyha dicsérik, és hogy részletesen dicsérik. Azt nagyon szeretem, és hogy ez különösen nagyon jó benne. Hát az a másik egy kicsit nem annyira, főleg akkor, hogyha újítok, és van, ami mondjuk ilyen reformkonyha dolgot, ételt készítek, akkor nagyon izgulok, és azt olyan hálás vagyok, mikor az dicsérik, és hogy na hát ez egész jó volt, mert hogy látod, ez most nem ropogott annyira, és a kapor az most nagyon jól jött hozzá. Szóval én nagyon szeretem, hogyha dicsérik. Jut eszembe a varázsszerekről, hogy én most olvastam egy ilyen új szerről, hogy a méh királynőnek az eledelét, a royal jellyt, a méhpempőt felhasználják, aha, és hogy ebből ilyen kapszulákat, és én ezt most eszem, és én most úgy érzem, hogy én most ettől vagyok jól. Egyébként állítólag az angol királyi család is használja. Azt hiszem, hogy ettől például bírom azt, hogy este sokáig tudjak dolgozni, vagy hogyha valami hosszabb útra megyek, vagy pedig ez tényleg tud egy ilyen egyszerű dolog, mint egy ilyen mondjuk különleges méz végül is, a méh királynőnek adott méz, ugye? Hát ez az tényleg tud így hatni? Szóval ez ilyen, nagyon fontos. Igen? Szóval ebben ilyen csodaszerek lehetnek? Szerintem mind a kettő benne van. Van igen, benne vitamin is, és a lélekre is úgy hat, igen? hogy én azt hiszem, és az a kettő együtt hat, biztos. De az én nagymamám, amikor beteg voltam, mindig a teje volt benne, méz, és mi a neve? Gyömbér. 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 És ez egy régi módszer volt. Igen. Igen. Hogy ez egy régi amerikai módszer volt. Igen. A gyömbér, és a gyömbér is egy, végül is egy gyógynövény. A fűszer növény. Tulajdonképpen. Igen, igen. Szóval mindenképpen szerintem az ilyen apró dolgokban lehet hinni. Hát működik most egy kicsit, nézd meg, ez a király nagymama, 90, mennyi? Mármint a Erzsébet királynő anyja, ugye? Igen. Igen, aki, ő is ilyen royal jellyt, ugye? Hát azt eszi, és aztán igen, azért. Te jó Isten, akkor lehet, hogy én is 99 éves leszek. Hogy mi is. Voltak olyan helyzetek, amikor a stábban, a Familia stábjában nem csak mint szereplő színészek, meg szomszédok iránt volt nagy az aha, érdeklődés, hanem a csapat fiatal tagjainak az érdeklődése ilyen, hogy is mondjam, erősen koncentrálódott Debinek és Ibolyának a női mi voltára. Hogyha jól emlékszem, ez valamikor a színházi szerepléskor történt, amikor ugye az operettben az Eddig-eddig vagyok című musicalt, ugye Familia musicalt játszották. Hát ha ez a történet ez elmondható, akkor most ezt nagyon szeretnénk hallgatni. Na. Ja, ez neki egyszerűbb, mint én. Hát amikor na, kezdett nyiladozni, főleg az ikreknek az érdeklődése a másik nem iránt. Igen. Hát akkor mi észrevettük, hogy az öltöző ablakon, a szembelévő öltöző ablakban leselkednek, miközben nem mi vetköztünk. Nem csak ő, az a Csonka is ott volt, és a Illés. Hát ők tanítgatták a kicsiket, hát hogy igen, egy kicsit. Tehát akkor, amikor az öltözőben éppen vetköztek a művésznek, hát igen, ugye? Együtt voltunk, készültünk a következő jelenetre, és ruhát váltottunk. És teljesen le kellett vetközni olyankor? Hát volt úgy. Volt úgy. Mi erre nem is figyeltünk. Hát először nem, utána hallottunk, hogy mi van ott. Igen. Na és akkor ezt észrevettük, és hát na kitolunk velük, és tettünk oda egy függönyt. Pedig ez hát nagyon tanulságos lehetett azért az ikrek hát számára. Hát igen, de nem mi tanítsuk őket. De végre minden nap ő mondta, hogy na, kell egy kis striptease az ikrek, és mi mondom, ja, valamikor, igen. Na, az utolsó estét mi mondtunk, hogy na, figyelni kell, ma estét az lesz a striptease. Ezt az ikreknek? Igen. Tehát ők tudták, hogy lesz striptease? De nem csak az ikrek, ott volt aha, minden igen, fiú, fiatal fiú. És mondd meg. Az utolsó előadáson egy igazi striptease-t rendeztünk nekik. Az öltözőben? Az öltözőben igen, előadás után, hogy ugye kielégítsük a gyerekeknek a tanulmányait. Egy szék, és ott volt, hogy jobban lehet látni. Állni, és akkor tettünk be műmelleket, meg mindenféle kitöméseket tettünk, és arra vettük rá az ilyen csábos fehér neműket. Táncoltunk. És együtt táncoltunk, mint hogyha ilyen striptease görlök lennénk. És nekem volt az a... Pici bugyi, és a végé ráírta a hátulra, hogy vége. Mostani vendégeinket, Halász Lászlót és Heller Tamást is nagy szeretettel köszöntöm. Mikroszkópikus vendégeink vannak, azt hiszem, hogy ezt nem kell magyarázni, hiszen mindkettőjük a Mikroszkóp színpad erősségének számít. Hosszú évek óta, nem tudom, hogy megkérdezzem egyáltalán, hogy hány éve már. Szerintem boldogan válaszolhatunk rá, mert büszkék vagyunk erre. Laci, kezdjétek. Én 22 éve vagyok a Mikroszkópon, de én mint nyugdíjas vagyok most már, mert 88-ban leszázalékoltak, mert kaptam egy infarktust. Én 20 éve vagyok a Mikroszkóp színpadon, elejem teljében. 20 éve, és akkor ezek szerint olyan 7-8 éves korod óta, mert nem lehet 30-nál több, ugye? Plusz az üvegbetét itt a üvegek között. Egy kicsit ősz a hajatok. Igen, igen. Hát amikor én a Laciékhoz ide, a Mikroszkóphoz fölkerültem, hát a Laciék már akkor itt voltak, hát bizony, fekete. Így van. Hajam volt, és hát olyan sokat játszottunk aztán együtt, hogy abba beleőszültem. Abban az időben fantasztikus mítosza volt a Mikroszkóp színpadnak. Hát én sajnos már abban a korban vagyok én is, aki emlékszem, hogy hát nem lehetett jegyet kapni. Egyszerűen olyan akciókat kellett lebonyolítani, hogy az ember bejuthasson a Mikroszkóp színpadra. És hát amikor valaki mondta, hogy hát voltam és láttam a műsort, hát akkor arra nagyon irigyen néztek a többiek. Nagy dolog volt a Mikroszkópba kerülni? Hát szerintem igen, de nem akarom a Lacitól elvenni a szót, de szóval az, aki a Mikroszkópra került, az mind-mind-mind olyan színész volt, aki már korábban vidéken a szakma nagy részét elsajátította. De... Magyarul már megengedhette magának annyi drámai, zenész szerep után, viszont na most akkor jöjjön egy kicsit a kabaré. Bárki, aki a Mikroszkópra került annak idején, az híres emberré, híres színészé vált hetek alatt, hónapok alatt, mert annyira tényleg fókuszban volt. Mert egy népszerű színház. Igen. Volt, és egy népszerű színház. Állandó televíziós szereplésekkel egyenek. Ez így van, ez így van. Bocsáss meg, ezen essünk túl most az elején, hogy szóval én ezt... elég érdekesnek tartom, ugye, hogy egy őszhajú úriember itt ül velem szemben, akit mi így egymás közt még mindig úgy emlekedünk, hogy a kis halász, vagy majd a kis halászt, akkor próbáljuk egyeztetni. Szóval először is az, hogy hozzászoktál le ehhez valaha is, hogy te vagy a kis halász. Én emlékezetem óta mindig kis halász vagyok, és mindig bocsánatot kérnek, azt mondja, nem haragszik, hogy kis halásznak szólítom, nem haragszik, ez természetes, mint egy előnév. Aha, és ez tehát most sem zavar. Soha. Pedig most már egy tekintélyes halász vagy, igen, mindenféle engem mindig így hívtak. Sikerrel a hátad mögött, úgyhogy akkor, hogyha véletlenül kis halászozunk, akkor ez... Egyáltalán nem zavar, sőt, még kaptam úgy levelet, hogy kis Halász László. Számodra mekkora változást hozott az, hogy egyik hétről a másikra a Mikroszkóp művésze lettél? Hát, ha nekem valaki azt merte volna mondani, hogy én valaha kabarét játszom, azt én megfojtottam volna. Tudnélik, én 18 évig voltam Szolnokon. Elvégeztem a főiskolát, és Szolnokra kerültem. Ott minden szépet, minden jót eljátszottam. De én Rómeó szerettem volna lenni mindig, meg Hamlet, ez soha nem jött be. És mi volt az, ami bejött, és amire szívesen emlékszel? Hát nagyon sok. Nagyon. Hát kérlek szépen, a Rettegi Fridolin, a Ludas Matyi, a Mágnás Miska, a Szörbazil, és még millió. Tehát akkor te sztár voltál ott. Igen. Mondom, 18 évet ott letöltöttem, ott születtek a gyerekeim, és ott nősültem meg, és akkor kaptam egy levelet a Mikroszkópról, illetve a Marton Fricitől. Egy táviratot, hogy utazzak fel a rádióba. Nem tudtam elképzelni, akkor még volt a rádiónak társulata. Hát mondom, én a rádió társulatához nem megyek, én színpad nélkül úgyse bírnám ki. És mondja Marton Frici, hogy menjünk át a Mikroszkópba, a Komlóshoz. És a Komlós abban a pillanatban leszerződtetett. Na most hát itt volt a gombóc végig. Én 2 évig nem léptem színpadra. csak a nézőtérről jöttem be, nekem a közönség csak a hátamat látta. És aztán föl akartam mondani a színházba, kértem egy beszélgetést a Komlóstól, és mondtam, hogy én az inas iskolát már rég kijártam, én ezt nem fogom csinálni. És akkor kerültem fel a színpadra. Ne kell, hogy mondjam, hogy kicsit féltékeny is volt a Komlós. Mert majdnem minden jelenetet akkor vele játszottam, míg a Tamás föl nem jött. És engem megszeretett a közönség, mert nagyon sok vidékről feljáró ember volt, és vidéket, Szolnok megyét, azt végig bejártuk. De hát nem csak azért, egyszerűen azért, mert egy szeretnivaló jelenség vagy a színpadon. Igen, úgy éreztem, igen, és tapsoltak, szerettek, nagy sikerem volt, mindig, és nagyon-nagyon jó volt. Tehát végül is aztán megbékéltetek Komlóssal. Persze, persze, nem volt ott olyan nagy baj, csak az emberben volt egy szorongás, mert a Komlós borzasztóan tudta mindenkinek a szerepét egy, és ha véletlenül egy A betűt eltévesztettél, akkor már ment a susmus így oldalról. Igen. És azért ezt nem könnyű túllépni. Nem bizony. Ugye, amikor egy ilyen helyzet van. Hát kérlek szépen, az első pár hónapban, esküszöm neked, akkor még lent laktam Szolnokon, Budapesten volt albérletem, a család lemaradt, és úgy jöttem fel mindig, mintha vérpadra jönnék, mert annyira idegen volt tőlem ez. De szerencsére nem műfaj. nem látszott. Tamás, neked hogy kezdődtek a Mikroszkópbeli évek? Én ugyanúgy vidéken, csak egy megyével arrébb, Hajdú megyébe, Debrecenbe kezdtem a pályámat. Én is mindent eljátszottam, amit csak lehetett. Egy-két példát mondok. Hát ugye az operettek, összes táncos komikus szerepe, de hát én még balettoztam, és Trufaldinót a Két úr szolgába én táncoltam ősbemutatóként Magyarországon először, a Cabaret című musicalben a konferencié szerepe, és rengeteg dolgot, drámai szerepet is játszottam. És aztán, ahogy most mondtátok, hogy az ember sztárott vidéken, följön Pestre, és itt senki nem kíváncsi, hogy te milyen sztár voltál, nulláról kell indulni. De onnan Debrecenből te lenézted ezt a műfajt, a Cabaret, nem? Hát hogy néztem volna le? Nagyon szerettem, ezt én már nagyon sokszor lenyilatkoztam, hogy az én apukám ebbe a műfajba tevékenykedett, tehát én nagyon gyerekkoromban ezt megszerettem, én ezt a műfajt. És hát elhangzott egy név, nekem is mentorom a Marton Frigyes, ahogy mondani szokás, mi a Marton istálóban nevelkedtünk, oda tartozunk, és hát a Komlós János szerződtetett engem is Budapestre, a Mikroszkópra, nagyon nagy élmény volt. Én nekem nem volt gombóc a gyomromban, örömmel jöttem. Igazság azért az, én világgyerekem az Operett Színházba szerettem volna kerülni. Aha. És aztán mondták, Mikroszkóp, mondom, szembe van az operettel, csak közelebb vagyok már valamivel, de hát aztán az ábra bizonyítja 20 éve. Az nagyon buta kérdés, hogy vajon mi a jobb egy vidéki színházban az első színészek között lenni, vagy egy viszonylag kis társulatban, hogy is mondjam, szóval a hierarchia második fokán lenni. Ha megengeded, aztán persze, visszaadom a fiatalabb. Nagyon udvariasak vagytok egymással, szóval mint két angol gentleman itt úgy ültök egymással, mert senki nem gondolná, hogy két cabaret színész van itt. Én szerintem vidéken nagyon jó vezetőszínésznek lenni, és aztán az ember, mit említettem, hát nulláról indulsz. Tehát itt senki nem tudta, hogy te mit tudtál Szolnokon, vagy mit tudtál Debrecenben. Nulláról. Hozott egy figurát, én hoztam egy másik figurát, és elkezdtünk építkezni. Kaptunk lehetőséget, mert ez a legfontosabb, hogy lehetőséget kapjál, hogy legyen, hogy poént tudjál. Ez egy nagyon érdekes műfaj. A legnehezebb a kabarén belül az Untermannak lenni, aki föladja a kérdést. És a leghálásabb az, aki bemondja a poént. Na most azt elérni, hogy te mondhassd el a poént. Hát azt ki kell harcolni, ahhoz jól kell poentírozni, jól kell mondani a poén, tehát el kell kelni egy időnek. Csak bocsáss meg, hogy mondom, tehát a hierarchia. Voltak fölöttünk, ő fölötte is. Ő hamarabb jött föl, aztán jöttem én. Akik előttem voltak, már elmentek, én is jöttem föl. És nagyon jó eső érzés azt mondani, hogy per pillanatnak a színháznak vezető színészei vagyunk. És ezt nem csak ketten, hogy és még sokan mások. Ezt tudtátok, hogy eljön majd a ti időtök? Ezt másképp nem lehet. Igen, hát ezt ebben abszolút biztos. Igen. Igen, mert érezte az ember, szóval föl tudja az ember mérni magába azt, hogy mi vagyok én. Az, hogy engem érdekes, hogy nem az arcomról ismertek fel, hanem mindig a hangomról. Azt mondja, jaj, de ismerős. Honnan ismerem én magát? Hát mondom, jó, a hangja olyan ismerős. És mindig a hangomról ismertek fel előbb. Magánéleti szituációkban te mennyire számítottál humoros fickónak? Én egy ilyen kis kedvenc voltam. Szerettem vicceket mondani, nagyon sok viccet mondtam. Ha elkezdtem viccet mondani, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy 20-an ülnek körülöttem. Komlósnak volt ugye a Laci az elején a partner, és ahogy én fölkerültem Pestre, a Marton és a Komlós kitalálták ezt a két embert. Puff, rögtön. És onnantól kezdve mi minden kabarénkban, tehát új bemutatóban a nyitó jelenetet, ami mindig politikus és nagyon jó jelenetek voltak, azt mindig ketten játszottuk. Tudod, mit, te milyen nehéz kezdeni? Ki volt az Unterman? Természetesen én. Igen? Igen, a rádiókabaréban is így volt. Aha. Ott is állandóan mindig kettőn. Volt egy jelenet. Nem volt túlságosan jó, megcsináltatták mással. Ez így és igaz. Utána letörölték, és velünk csináltatták. Behívattak bennünket, hogy na, akkor most nézzük meg, hogy a Halász és a Heller mit csinál belőle is. Tulajdonképpen a kabaré színésznek a helyzete azért elég kiszolgáltatott, hiszen elég sok olyan előadó van, aki saját maga írja a számait. Igen. Ti is egyébként azt hiszem, hogy írtatok azért igen, magatoknak is számokat. Hát a Tamás. A Tamás főleg, igen. Az, hogy attól függjetek, hogy ugye van egy műsor, és hogy éppen jut-e egy jó jelenet, vagy nem, mert előfordul azért ugye, hogy valahogy ki kell tölteni a műsoridőt, és akkor kaptok valami maradékot. Ez pontosan. Szóval azért ez elég kiszolgáltatott. De ez nem csak a kabaréban van így, az egész színészi pályán. De azért nem véletlen az, amikor egy új bemutatóra készülünk, és felolvassák ugye az új jeleneteket, így jön be az ember, hát hogy most mi az új, mit tudok majd ezekből kihozni, és én mit kapok. Sajnos nem mindig az, ez sem így igaz, mert amikor a színészem bizonyított, hogy mit tud, azért akkor már úgy íratják és úgy adják később a számokat, a szerepeket, de igazából ki vagy téve az igazgatónak, aki eldöntő, hogy te erre tehetséges, vagy nem vagy tehetséges. És nem beszélve arról, hogy nagyon sok esetben fércet kapsz, és rád van bízva az, hogy mit csinálsz belőle. És akkor jönnek, sziporkáznak az ötletek, marha nagyokat röhögünk, és akkor elfogadjuk egymást, vagy ő mond nagyon jót, vagy én mondok jót. És akkor szépen ez összeáll. Tehát ti átírjátok a jelenetet tulajdonképpen? Igen, de közösen. De jogdíj nélkül természetesen. Mindig meg szoktuk kérdezni például Semeci Tibitől is, Tibi, mondhatom ezt helyette? Szóval természetesen. Persze, ő a dramaturg is, meg a rendező, persze, hát ez közös munka. Öreg Halász és a Heller. De azt nem tudom, hogy ez most a ti ilyen külön produkciótok volt, vagy pedig ez a Mikroszkópnak a produkciója. Mi annyit voltunk együtt a Lacival. Nem merem azt a szót mondani, hogy hakni produkció. Nyugodtan lehet utazó, tehát ez volt az utazó produkció. Ugye mi sokat játszottunk együtt, és egyszer csak összegyűlt egy anyag, egy nagyon jó anyag, és még csináltunk új anyagot. És akkor mentünk a Lacival egy este a Vidám színpadra be, mert a Telepódiumnak volt egy felvétele, amiben szintén benne voltunk, és a többi kollega ott ült bent a büfébe. Többek között Boncz Géza. És mi beléptünk az ajtón, egyszer érkeztünk meg, és a Boncz csak annyit mondott, azt mondja, tessék, az öreg Halász és a Heller. Na most mi megálltunk, mert ilyen címet kitalálni egy kabaréra, hát az valami fantasztikus. És azt mondtuk, Laci, van egy jó cím, hát ilyen jó címet úgyse tudunk mi, ennél jobbat nem lehet. Gyerünk, rakjunk össze egy műsort. És ebből csináltunk egy másfél órás estet, amivel, hát én megmondom őszintén, sokféle műsorba léptem már föl, vidéken, Pesten, össze-vissza, de ilyen nagy élményt egy ilyen másfél órás kabaré után fantasztikus volt. Fantasztikus. Játszottunk 100-szor. Nagyon szerettem. És a Tamási Esztike volt a házasszonya, ő konferált, ő vezette fel az egész jelenet, hát volt vele egy jelenetünk is, de többek között nagy élmény volt. És hát aztán a végén ugye, mindenhogy lenni szokott, ugye, hát 10 évig egymás mellett. 10 évig egymás mellett. És aztán 10 év után egy picit mást akartunk csinálni. És ezt mikor hagytátok abba? 87-ben. 87-ben, tehát azért már 10 éve, hogy abba hagytátok. De a színházban ugyanúgy együtt játszunk. Tudom, de hogyha ebből az öreg Halász és a Hellerből valamit fel kéne idézni, akkor eszetekbe jut még valami ebből? Felidézni fel tudnánk, csak már nem aktuális. Aha, tehát ez egy annyira persze, naphoz, évhez. Voltak benne populárisabb részek is, de hát ez az ember próbál. És ezt mindig változtattátok? Igen, tehát évről évre változtattátok, mert azért mondtátok, hogy 10 éven keresztül azért az nem kevés tulajdonképpen. ez a színészi munka, végül is az, hogy te elkezdtél saját magadnak számokat írni, sőt, még zeneszámokat is, ez vajon annak köszönhető, hogy végül is te kiszolgáltatottnak érezted magad, vagy te már korábban is szerettél volna ilyesmivel foglalkozni, bizonyítani? Én korábban is csináltam ezt, több mint 30 évvel ezelőtt. Hobbiból zenét írtam és szövegeket, de ez hobbi szinten ment. Most el kell mondjam, hogy például 94-ben nekem volt szerzői estem, zeneszerzői, szövegírói, zeneszerzői est a Vigadóban. Ahol... Nagy lelki furdalásom, hogy akkor úgy volt, hogy én csinálok egy műsort veled, és aztán nem hát ez jött így ez össze. Lenni. És a 9., most jön a 9. színházi kabaré bemutató, amihez szintén én írtam már a zenét. Tehát 9 különböző darabhoz. Tehát a hobbiból valahol ez is hivatást lett. Tehát zenét ír az ember, szöveget ír, paródiát ír, énekel, színészkedik. Nálunk azt szokták mondani, hogy gyanús, hogyha valaki sok mindenhez ér. Igen, ez jutott eszembe most nekem. Nem kell félni, én most épp írtam a napokban egy dalt, az a cím, hogy nem kell, hogy elhiggy mindent rólam, amiben aztán végül bebizonyítom, hogy én mennyi mindent tudok csinálni. Azt szerettem a legjobban, én már láttam ilyen jelenetet, hogy az egyik kabaré színészünk bement valahova leül, tök komolyan, tehát komolyan volt, mint a halászművész úr most itt a felvétel elején, és akkor így oda mentek röhögni, jaj, de jó pofának tetszik lenni, és attól még szörnyűbben. De ettől van rosszabb, mikor odajönnek, hogy ők mesélnek viccet. Ugyanis viccet mondani sajnos nem tud mindenki. Szóval viccet is tudni, ha valaki tud viccet mondani, az egy különleges adottság. És a másik kínos dolog, hogy nem tudok beülni egy presszóba, mert 5 perc múlva 3 üveg sör az asztalomon van, és a pali részegen mellem ül, jaj, anyád, mondjál már a viccet. És akkor... ebből csak a pali kellemetlen, a 3 sör az rendben van, nem? De igen. Tudod, mi az aranyos dolog? Ahogy mondtad, ez egy népszerű színház, és tényleg szeretik az ottani színészeket, akik ugye ott játszanak a Mikroszkópon. Szóval attól nincs szívet melengetőbb dolog, mint amikor akár utcán mész, vagy bárhova mész, és jönnek veled szembe emberek, és mondjuk felismernek, vagy megismernek, és egy mosoly jelenik meg az arcukon. Akkor az biztos, hogy eszükbe jutott egy mondat, egy poén, egy grimasz, egy figura, amit láthatott velünk. Ettől nincs szebb dolog. Ennek a műfajnak, a művészeinek kicsit azért más a népszerűsége, mint mondjuk egy drámai színészé, vagy pedig egy politikusé, mert sokkal bratyizósabbak, tehát inkább a focista népszerűségéhez hasonlít. Na most ezt nem lehet mindig minden helyzetben könnyen fogadni, én szerintem. Szóval erre ki kell találni valami viselkedést, meg reagálást. Most eszembe jutott egy szalonvic, azt el fogom mondani. Hát, hogyha a Tamás megszavazza, hogy... Én vagyok az öregem. Így ja, bocsánatot kérek, az öreg Halász. Igen. És kérlek szépen, Pasas megy az országúton trabanttal. Borzasztó éhes, de már éjfél van, minden vendéglő bezárva, végre lát egyet, éppen akkor zárják be. Azt mondom, uram, ne zárjon be, adjon valamit ennem, mert megdöglök éhem, hát nem csillogokat látok, szédülök. Szóval uram, bezárt a konyha, a séf elment, nem tud, legalább 10 tojásból rántott át. Jó, jöjjön be. Ütögeti fel a tojást, mikor a 10. tart, záp. Le van ejtve, a pasas úgyis éhes. Összekeveri, megcsinálja rántottát, Pali jó ízűen megeszi. Azt mondja, fizet, oda megy a pincér vagy a tulaj. Azt mondja, uram, meg van elégedve? Jaj, nagyon szépen köszönöm, csak vigyázzon, mert az egyik tyúknak viszonya van a görénnyel. A színfalak mögött ez mennyire embernyűvő szakma ez a vidámság? Szórakoztató, borzasztó, annál boldogabb dolog nincs, mikor egyik kollega kitol a másikkal, ez csodálatos dolog. És én nagyon sokat fizettem, én nagyon huncut voltam, és nagyon-nagyon sok pénzembe került ilyenfajta... Mert hogy büntetést kell fizetni? Természetesen. Egyébként ezt a Komlós vezette be, és nagyon demokratikus módon, ha valaki valami csíntevést csinált a színpadon, akkor amikor lejöttél, azt mondta 500 000, attól függ. És összegyűlt egy pénz évad végére, és egy közös vacsorával elfogyasztottuk. És akkor ki is békültetek tulajdonképpen. De azt tudjátok, hogy én nem erre gondoltam, amikor igen, ezt kérdeztem, hanem arra a komoly drámákra, igen, tudom, azokra a komoly szóval drámákra, tudod, ez egy olyan dolog, hogy ki hogy tudja elviselni, hogy a másiknak mennyire van sikere. Így van. A közönség, az ezerfejű Cézár igazából ő dönti el, hogy ki az, aki jó, ki az, aki tetszik neki. És elképzelhető, hogy valaki annyira sikeres, hogy azt egy másik színész, egy másik kollega nem tudja elviselni. Erre van egy eklatáns példa, pontosan a Telepódiumnál történt egy felvételnél, hogy két kolléga kiment a színpadra dolgozni, mondjuk Mikroszkóp színházbeli kolléga, és hangsúlyozom, a mai napig remek viszonyban vagyunk a Vidám színpad színészeivel, nagyon szeretjük egymást, és előfordult, hogy ottani színész a Mikroszkóp két színészének a jelenete alatt a színfal mögött bekapcsolt egy porszívót. És gondolj bele, elől megy egy jelenet, és erre hátul zúg egy porszívó. Abban a pillanatban szóltunk a kollégának, hogy ezt azért ne csináld, ezt azért nem kellene. Kicsit el is szégyelte magát, és talán akkor rájött arra, hogy ez egy nagy butaság volt, annál is inkább, mert utána leszerződött a Mikroszkóp színpadra. És ez egy kegyetlen dolog, tudod, mert itt, ha a másik poént mond, a háttól megett levőnek, vagy akármelyiknek vigyázba kell állni, mert ha csak ennyit csinál, már elvonja a közönség figyelmét, és odanéz, és már szállt el a vicca. Ez a csapat, ez a magánéletben, vagy például ti a magánéletetekben mennyire kapcsolódtatok össze, mennyire számítatok egymásra? Én fölkerültem Budapestre, ezt hagyd mondjam el, és négy ember, én akkor ismertem meg a Lacit személyesen, a Baranyi Lacit, igen. És a Sasióskát természetesen. És hát a többieket is. A Hofit kivéve, mert Hofi ugye Debrecenbe kezdett, tehát engem gyerekkorom óta ismert. Én speciál két embernek köszönhetek itt, ahogy fölkerültem Pestre, hogy mondjam, sok jót és sok pénzt. Az egyik a Hofi, a másik a Sasióska volt, mert ők ketten azonnal vittek engem is és a Lacit is fellépni magukkal. Azért ez egy nagyon nagy dolog volt. Ez is egy fontos dolog volt. És amikor fölkerültem Pestre, nekem négy barátom volt, összesen négyen voltunk, akik mi mindenhova együtt jártunk, a magánéletbe is. A Sas, a Baranyi, a Halász és a Heller. Összejártunk, barátok voltunk, barátok vagyunk. A mai napig, persze. Tehát te nem csak a színpadon voltál, nem, Tamás, hanem, amit tudom én, éjjel elrobbant az autód. Kijártunk a Jóskához főzni, imádok főzni, nagyon klassz. Én mondhatom, hogy fantasztikus 20 év eddig, és gondolom a Laci is azt mondja, hogy fantasztikus 22 év, mert... Én, ha Szolnokon játszottunk, vagy Szolnok környékén játszottunk, akkor én egy nappal hamarabb lementem, slambucot főztem, és vártam a társulatot. Pont, így van. Ebédre. Szóval azért, itt azért volt összetartó erő. A mai napig. És ez a mai napig így van. Ugye azóta új emberek kerültek a Mikroszkópra, sokan elmentek, ma is családias a hangulat. Azért ez nem véletlen, hogy szegény Rátonyi Robi, ugye vendégként játszhatnánk a Mikroszkóp színpadon, borzasztóan szerettük, imádtuk, és imádjuk most is a vendégeket, akik oda járnak hozzánk fellépni. Ő a második részbe lépett fel a Rátonyi, de este 6 órakor már leült közénk a Mikroszkópban, mert jól érezte magát. Jó, nem volt fúrás, faragás, isteni hangulat van a mai napig. Minden nap, amikor fél nyolckor van nálunk kezdés, én már 6-kor benn vagyok a színházban. Ilyen, hogy haragudjon egyik a másikára. Nem fordulhat elő.